Az A38 backstage-éről jelentkezünk Japan Droids-zal, Brian és David is. Szervusztok, srácok! Örülök, hogy újra látlak titeket. 6 évvel ezelőtt jártatok itt egy másik eseményen. Ott voltam veletek. Az egyik legkeményebb koncert voltam, amivel jártam. Emlékeztek? Igen, igen. Sőt, amikor legutóbbi albumunkhoz kép anyagot válogattam, minden eseményt végignéztem, és élő képeket kerestem, és pont erről a sorról, pont erről az a koncertről legizzadtabb képeket be tudtam tenni, nagyon, nagyon éles volt, kemény volt. 6 évvel ezelőtt, hogy a második albumok Celebration Rockkal voltatok itt, Rolling Stone Magazine ezt elnevezte, a minden idők 10 legjobb nyári albumjának tartotta. Mit gondoltok erről, ez egy nyári album? Igen. I don't know if I think about albums that way, but nem is tudom, én nem évszak alapján gondolkodom, de föl tudom fogni, hogy mire gondoltak. Azt gondolom, hogy az emberek nyáron buliznak, megragadják a pillanatot, megélik a pillanatot, talán így érzik ennek a nyarat. A tél, ősz egy kicsit kompletabb, nyáron elengedik magukat az emberek. A nyári album olyan, amire autót lehet vezetni. Rakjuk a zenét, szép az idő, lehet tolni a zenét, lehet. Tehát minden télen nem autózunk a zenére. És ti vezetetek a saját zenetekre? Igazából vezettünk a saját zenénkre, akkor, amikor elkezdtünk fölvenni és ellenőrizni a zenéinket hazaúton, mindig fölvett, meg végig hallgattuk a számainkat. Jó, jó, de hát ez munka volt. De ettől még hallgattuk a zenénket, és toltuk jó hangot. Hangosan. Persze, senki sem tudta, hogy kik vagyunk, úgyhogy azt gondolták, hogy valami új együttes jelentkezik. Tehát a Celebration Rock nyári album. Akkor mostani albumtok, a Near to the Wild Heart of Life, milyen album? Ez egy 4 évszakos album lesz. Vagyis az. Benne van a nyári nap, benne van a téli hideg nap, napsütés, kicsi van ősz, kicsi tavasz, kis minden van belőle. Szerinted? Megpróbáltunk egy teljes albumot hozni létre ezzel a művel. Sokféle hangulattal, az egyik dalról a másikra egy-egy hangulattal áttérni. Ez volt a cél, nem úgy, mint korábban, ahol egy Celebration album, egy Celebration Rock egy valamiről szólt. 8 dal van minden albumotok. És a 36-37 perc hosszú körülbelül. És ugye fekete-fehér fotókat használtak, ez a tökéletes formátum szerintetek? Azt gondolom, hogy az első albumunk esetében akkor még szorongtunk a 8-as számtól, kevésnek tartottuk. De annyira jól illett össze a 8 dal, hogy megtartottuk ezt a számot. Aztán visszatértünk erre a formátumra, mert bevált. Nem volt ez cél, meg nem törekedtünk a 8-ra, de valahogy visszatértünk hozzá magától. Nekünk ez bevált. Szerintem ez egy jó adag zene, de nem sok, nem terheli túl a hallgatóinkat. It just kind of feels right every time. Pont jónak tűnik minden alkalommal. Ketten vagytok, de ha hallgatunk titeket, vagy a zenéteket, vagy a koncerten, akkor úgy érezzük, hogy sokkal többen vagytok. De sokkal több zenész lenne a színpadon. Mi a titka? Mi a hangzásotok titka? Rengeteg gitár erősítő. És sokat próbálunk, újítunk, tévedünk. Ugye csak ketten voltunk az elején, és az évek során, ahogy egyre ambiciózusabbak lettünk, igyekeztünk, hogy erősebbnek akartunk hangozni, és többnek. És mint egy fesztiválon akár föl tudjunk lépni egy 5-tagú együttes után vagy előtt is. Ne tudjunk kevesebbnek, meg akartunk állni a saját lábunkon ketten is. És évről évre ez a cél, egyre több idő, egyre több energia megy bele, hogy lesz a hangunk még erősebb. És hát el kell, hogy mondjam, hogy a kollégáink, a kísérőink, akik velünk turnéznek, elképesztő munkát tesznek ebbe bele. Csak egy picit jobb legyen egy-egy hang, egy-egy hangzás. Mert hogy ugyanúgy játszunk, zenélünk, ahogy korábban is zenéltünk.
és az egész próbák, tévedések, sikerek, több százszor eljátszod ugyanazt, akkor tökéletesedik, sok mindent megtanulsz. Itt ott javítgatsz rajta, mindig így megyünk előre. Reméljük, hogy kiváló koncertet lesz. Köszönöm, Brian, köszönöm, Dave. Sok szerencsét a második magyar koncerttel, és majd mesélj, hogy milyen volt a legutóbbihoz képest. Köszönjük szépen. Girl, I should know.